köszöntöm kedves nézőinket! 50 éves jubileumát ünnepelte Jászfényszarun a Kovács Andrásné Rozika néni alapította Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad. A Színjátszók Baráti Köre Egyesület és a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár közös szervezésében. 5 évtized színjátszó generációi léptek fel a színház kedvelő közönség előtt, felvonultatva a legfrissebb és az egykor legsikeresebb produkciók részleteit. Most a jubileumi est összefoglalója következik. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy eljutottunk ideig. Hogy 50 évvel ezelőtt megalakult Jászfényszarun a színjátszó csoport, a Napsugár Együttes és a Fortuna Színpad. A legendás alapító drámapedagógus Kovács Andrásné Rozika néni elsőszülött leánya Katika köszöntötte szeptember 24-én szombaton 5 évtized színjátszóit. Azokat, akik összegyűltek nosztalgiázni, azokat, akik szerettek volna emlékezni az említett csoportokban eltöltött idejükről, az eljátszott szerepekről, az itt átélt közösségi élményekről, melyek életük meghatározó időszakai voltak. Az ember addig egészséges, amíg játszani tud. Mindenki egészséges. Hát itt mindenki tud játszani. További szép játékot kívánok! Az irodalmi színpad alapító tagjaként is köszöntő polgármester kiemelte, hogy mennyi pozitív hozadéka van annak, ha valaki megtapasztalja a drámapedagógia és a színjátszás áldásos hatásait. Mennyi erény, empátia és tudás birtokosa lesz, aki veszi a bátorságot és csatlakozik a színpadi közösségekhez. Ez sok évtizede patronája a város, melyet egy szimbolikus virágcsokorral köszönt meg a Színjátszók Baráti Köre Egyesület. De nem csak Jászfényszarunak, hanem a testvérvárosoknak, a szakmai partnereknek és a baráti közösségeknek. Így a borsi delegációnak, a nagyváradi színjátszóknak és a helyi műfház dolgozóinak. Kezdődjék a bemutatók sora. Én bízom benne, hogy mindenki talált kedvére való produkciót. Nagyon örülünk, hogyha mindenki végig velünk tud maradni, mert olyan programokkal készültünk, amelyről gondoljuk, hogy mindenkinek érdekes lenne. 5 évtized emlékezetes produkciói kerültek a színpadra, mely a most aktív tagok legkisebb csoportjaival kezdődött. Mörre Morcogi Micó meséjét a legkisebb napsugaraktól láthattuk, akik között voltak olyan lurkók, akik mindössze néhány próba után kerültek-e fontos jubileumi műsorba. A tapasztaltabb színjátszók segítségével a Sűn Balázs feldolgozása is színpadra került, mely után korosztályt váltott és színvonalat ugrott a Napsugár Gyermek színjátszó csoport. Öreg apu, hát neked mi kell? Hát neked mi kell? Szállj meg engem, óranyhalud. Nem lesz többé Hős Nemes nagyasszony, akar lenni nagyhatalmú cár. Ne búsulj hát, menj Isten hírével, nem kell félne, cárnő lesz az öreg asszony. Cárnő lesz az öreg asszony. A Halász meg a felesége előadás már megmutatta, hogy az évek óta együtt dolgozó színjátszó közösség hogyan érik meg az egyre átütőbb feladatokra. A fokozatos építkezés végén pedig megérkeztünk a fél évszázados csoportok ikonikus kihívásához. Csak azt tudnám, hogy is kerültem én ide tulajdonképpen. Ébre vagyok-e vagy álmodom? Mert emlékszem valami tündére, meg valami napusra. Hát én ezt nem értem. Szervusz, Dorka! Tündér, akkor nem álmodtam. Hát itt csókolom. Üdvözöllek téged Meseországban, ahol ót uralkodik. Én vagyok a jóság tündére, de én itt egy sepétlányos is. Meseországban és mi az? Ósz, a legnagyobb varázsló Meseországban. A bölcsek bölcse. Hatalmas, amit mi mindjárt együttvéve. A Sarokvárosban. Hát ha olyan nagy a hatalmad, akkor segíts nekem azért Nikánzetbe. Az én hatalmam sajnos nem olyan nagy, mint ahogy te azt gondolnál. Rajtad csak Ósz tud segíteni. Csak Ósz. Tehát én hogy jutok át a varázsnak? Mindig a sárga úton megy. Vidd magaddal a csókomat, a tiszta a szíved a jó tündér csókja megvéd minden majdból.
Az Ózami varázslónk egy olyan darab, mely legendás a fényszarúi színjátszók életében. A Fortuna 1976-ban mutatta be elsőként, s azóta több generáció is eljátszotta már a színpadra rendezett mesét. Ez az a színdarab, melyet azért imádnak a helyi színjátszók, mert szerepeltek benne, vagy az elődök sikerei miatt legendásnak tartják, és szeretnének szerepelni benne. Én nagyon sokszor megkaptam, hogy aki látta az előttem lévőket, hogy na, ő nagyon jól csinálta, és ez nekem egy nagyon nehéz kihívás volt, hogy jó, akkor legalább azt a szintet ugorjuk meg, ami vagy sikerült, vagy nem. De van benne valami új, ami valamiért a sajátunká teszi ezt az egészet, és nagyon otthonosan mozgunk ezáltal benne. Jó. Igazából nekünk az volt, hogy Timi ilyen téren szabad lábat adott nekünk, és mondta, hogy írjunk bele a szövegbe nyugodtan, ahogy mi látjuk az egészet, és szerintem így nagyon egyszerű volt az egészet újra megtanulni, és minden. És szerintem ez nagyon jó, hogy generációkon keresztül megy, és a saját képünkre tudjuk az egészet formálni. Nekem nagyon nagy álmom volt az Ózban szerepelni, amióta a tanárunkat láttuk egy előadáson, és olyat improvizált, hogy nekem azóta még nagyobb példaképen, mint volt. És most a jubileum közelettével kezdett kialakulni bennem egy kisebb aggódás, hogy mi van, ha elrontom. Hát én is inkább, hogy ugye a saját képünkre írtuk, hogy Timi mondta, hogy nem nézhetjük a szöveget, hogyha elrontjuk, akkor elrontjuk, és úgy kijavítjuk egymást, meg nálam is egy pár nappal ezelőtt, hetekkel, hogy már nagyon izgultam, és tördöstem a kezemet, hogyha elrontjuk, akkor mi lesz. Az őskori kopogya maradvány, csatlottam csapogai, a fületek vele tettetese barbatokban! Arnold! Norbert! Ide hozzám! Ide is! Akiket a színpadon láttatok, azok egyik mind a Jászfényszarói Művészeti Iskola növendékei. Akik az Ózt játszották, azok már több éve. Tehát ilyen nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki ugye mindenféle háttérmunka nélkül egyszer csak csatlakozik, és akkor rögtön brilliroz. Tehát kemény évek munkája van ebben a produkcióban is. Tehát elsős, másodikos kortól kezdődően vannak csoportjaink, és általában felső tagozatra alakul ki, hogy ki az, akinek ez annyira tetszik, hogy marad. És akik a középiskolás korukban is maradnak, na azokkal lehet igazán haladni. Hát ugye elég nehéz a mai világban a gyerekeknek, tehát hát, nagy a lemorzsolódás, mint mindenféle művészeti ágban, de nagy örömünkre azért láttátok, hogy van egy új csapat, egy ifi csapat, aki szerintem van olyan ügyes, de is megmerem kockáztatni, hogy ügyesebb, mint mi voltunk annak idején, mert fiatalabb koruk ellenére is hát olyan szinten tudták ezt a produkciót megvalósítani, ahogy mi annak idején. A most látott ifi fortunások az együtt töltött évek alatt csapattá, már-már egymást segítő családdá kovácsolódtak, melyben a közös munka eredménye nem mellesleg remek produkció. Egy olyan közösség alakult ki itt nálunk, ami nagyon családias, és például múltkor volt rá példa, hogy sírva jöttem be próbára, és mosolyogva mentem el, és tényleg mindenki próbált rajtam segíteni, meg tudjuk egymással osztani a problémáinkat, és nagyon tudunk egymás sikereinek is örülni, és igen. Számomra ez jelenti a második családomat, és ez az, amit nagyon szívesen csinálok, mert tudom, hogy olyan emberek közé jövök, akik őszintén szeretnek, és mellettem állnak mindenben. Hát számomra egy menekvés is, mert az iskolai nyüzsgésből és a problémáimból a próbákon tudom, hogy egy jó közösségbe jövök be, és hogy itt szeretnek, és nem fognak kitagadni, bármi rosszat is teszek. Hát én nagyon egyetértek a három lányjal, sőt, én még példaképre is találtam itt. Igen. Elárulod, hogy ki ő? Minire. És ti hova menekültök? Én nem menekülünk. Mi a jóságos úszhoz szálltunk, aki nekem szívet ad. Nekem pedig ezzel fejlendelítek a segítkezzel. Te tudod mit? Gyere el velünk te is! Hogy neki jött, hogy adjon neked dátorságot, és te lehet az állatok királya.
az előadás igazi értéke a szereplők tehetségén és annak ismert üzenetén túl vizualitása és komplexitása volt, melyben komoly kihívásokkal kellett megbirkózniuk a résztvevőknek. Egy színjátszónak nem csak a színfalak előtt van teendője egy amatőr színjátszónak, tehát nem csak színészileg kell megérnie egy-egy ilyen feladatra, hanem emberileg is. Nagyfokú felelősség és koncentrációképesség kell már ahhoz, hogy egy ilyen 60 perces mesejátékot előadjunk. Ezeknek a szereplőknek a színfalak mögött folyamatosan dolguk van. Ők adják a hangeffektet, ők húzzák, vonják a paravánokat, a textileket ők mozgatják. Tehát nincs egy perc pihenőjük, és közben még lehet, hogy át kell öltözniük, mert egy másik szerepet alakítanak. Szóval igazi, szerintem egy felnőttnek is dicséretére válna. A választás több mint szimbolikus volt. A jubileumra érkező régi színjátszók többsége újra ámulattal vagy könnyes szemmel nézte a színdarabot, majd emlékezett az idén elhunyt alapító rendezőre, mindenki Rozika néniére. 72-ben ide kerültünk, én már 16 éves korom óta színjátszó csoportot vezetek, most vagyok 73, tehát ez nekem az életem része volt mindig. És mikor ide kerültem, hiszen belültünk a családommal 2002-ben, akkor megtudták, hogy én szeretek ilyet csinálni, szólt az igazgató, hogy na és akkor az iskolában nem kezdeni, mert jó, az iskolában elkezdem. Azt utána a művelődés az igazgató is megtudta, hogy ezt szeretem csinálni. Igaz, hogy megfogadtam, hogy már azt abba hagyom, mert a kettőt soknak tartottam, de valahogy mégiscsak belekezdtünk abba is, úgyhogy már karácsonykor már műsort adtunk, pedig ugye szeptemberben kezdtünk itt. És aztán utána az alapító tagok már a természetesen, hogy nagy visszhangot keltettek, és akkor jött egyre többen, és akkor ez állandó jelleggel folyamatosan működött. Mindig a felnőtt csoport, tehát a Napsugár és a Fortuna. De olyan is volt, hogy a Napsugár egyszerre 4 csoporttal is működött, tehát gyakorlatilag termékeny talajnokkal állt. Szóval látszik, hogy ennek valamikor voltak itt gyökerei. Ez év februárjában mély megrendüléssel fogadták családja, tisztelői, a Fényszarújjak Baráti Egyesülete és a Magyar Drámapedagógiai Társaság Kovács Andrásné, Rozika néni halálhírét. A magyar kultúra lovagja, életműdíjas drámapedagógus, a Németh László és Csokonai díjak és sok más elismerés tulajdonosa, a Fortuna Együttes és a Napsugár Gyermekszínpad megalapítója és több mint 4 évtizedig művészeti vezetője. A határon túli magyar drámapedagógusok úttörő mentora, nyugalmazott magyar tanár, színjátszó, rendező, drámapedagógus, 2022. február 14-én szenderült végső nyugalomra. Rád Rozika néni! Elmentél. Mégis kemény fedeles utazó bőröndön szellemi tartalmát ránk, szeretteidre, tanítványaidra hattad. Sosem felejtjük ránk lelkű tanításait, inspiráló műveltséget, oltalmazó szeretete is, kemény pofonat. Mindez kitörölhetetlen marad, sokunk elméjéből a könyvtárszobák potpurillatával, a kézzel szántott kézirataid látványával, utánozhatatlan instrukcióddal is, kifogyhatatlannak tűnő lendületettel egész. Milyen szerencsések vagyunk, hogy ezeknek helye lehetett az életünkben. Köszönjük mindent! Vigyázz rám! Egyengesd az útunkat a mennyből. Örök tisztelettel és örök szeretettel gondolok rád. Újabb jelentős művész talentumát vesztette el a jársság. Rozika néni halála nagy űrt és mély fájdalmat hagyott maga után a hazai drámapedagógiai szakma és a jársság kulturális közéletében egyaránt. Meghatározó személyiségére emlékezik az az emléktábla, melyet a találkozón lepleztek le. Hiányzik a rendező! Nincs itt Rozika néni. De itt van az Oktatási Kulturális Bizottság elnökének az elnöke. Itt vagyok én is, mint tanítvány és mint nagy tisztelő,
és ha most megengeditek, leleplezzük az emléktáblát. Ebből lesz majd a Kovács Andrásné Prozika néni terem. A színészdal közös éneke tisztelgés volt az alapító előtt, aki oly sokakban plantálta bele a színjátszás szeretetét, faragott belőlük boldog embereket, vagy sikeres előadókat, akik el is jutottak tália szekerén a nagy színpadokra. Mondja ma, igaz, hogy a maga ura felmetlenül hívott az influenza járvány idején. Igaz, bizony. Nem is kaptam én. Mi? Az influenza? Nem, a perenoszpóra. Jubileumi emlékest folytatásában a köszöntők és a felelevenített produkciók legszebb, legvidámabb jelenetei váltogatták egymást a különböző színjátszó generációk előadásában. Nagyon sokat tudják, hogy én jászmínszerűnek nagyon régi barátja vagyok. Én ezen a pódiumon, ebben a teremben ezelőtt 30 évvel méltattam a 20 éve működő remek fortunás tapsugár együttest, és nagyon örülök, hogy most újra itt lehetett, és nagyon szomorú vagyok, hogy nem mindenki van itt, akivel akkor együtt ünnepeltem. A drámajátékos ikon dr. Előd Nóra 1981 óta kíséri figyelemmel a fényszarúi színjátszók pályafutását. Egykori korszakalkotó életjátékaik, legendás előadásaik fejlődését és közösségteremtő, színház népszerűsítő értékes, kitartó tevékenységüket. Erre kérte a közösség aktív tagjait, hogy folytassák ezt a vállalt feladatot, és ők is adják tovább a stafétát. Nem szabad abba hagyni. Hogy nem szabad megadni magunkat körülményeknek, feltételeket meg kell teremteni saját magunknak, és csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell, csinálni kell. Ez már részben úgy érzem, hogy egyfajta üzenet is a jövőnek. Igen, egyértelműen én ezt szűrtem le a életem 86 évéből, hogy az meghal szellemileg és erkölcsileg, aki leereszt. Rozika és a jászvényszarúi színjátszás számomra az egyik legfőbb tanulságként pontosan azzal szolgált, hogy bírják a gyűrődést, hogy itt a munka az zajlik, az állandóan jelen van, az folyamatosan jelen van. És azt hiszem, hogy a stafétabot át kell adni. Én azt gondolom, az eltelt évtizedek is azt igazolták, hogy ezt követték a többi alkotások is, sőt most, amit Timi kell a színpadra visz, azok is mind minőségi munkák, és ez rendkívül fontos dolog, hiszen akik a szavaknak a színpadon életet adnak, azoknak nem szabad elfelejteni, hogy irodalom nélkül nincsen emberi civilizáció. Nagyné Kis Mária a Művelődési Ház korábbi intézményvezetője kiemelte, hogy a színjátszó hagyomány több mint 100 évre visszatekinthető a településen, ami a háborús idők után is visszatért, hogy a történetek által emlékeztesse az itt élőket az emberségre és az élet szép és vidám oldalára. Mégis csak egy kas, hogy vagyok itt egy kas, nem vagyok itt. Legfeljebb olyan telepatikus a Józsi, ne viszont. Fontos volt, hogy a korosztályok együtt ünnepeltek. Az egykori színjátszók üde színfoltjait látnia kellett a jelenlegi aktív tagoknak, vagy a művészeti képzésbe még csak éppen belekóstoló gyerekeknek, akik innen is inspirációt szerezhetnek a folytatáshoz. Köszönettel tartozom a lányának, Timikének is, hogy viszi tovább az örökséget, amely nem könnyű feladat, nem könnyű Rozika néni nyomdokaiba lépni. De azóta is töretlenül sikeres előadásokkal lép fel a csoport minden színjátszó fesztiválon, és idén a Katolikus Iskola Művészeti Iskolájának színjátszó csoportja eredményes munkája, közösségformáló szerepe érdemeiért érseki kitüntetést vett át. És ezt már Timikének is köszönhetjük.
Lovászné Török Magdolna a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója személyes élményein keresztül méltatta a csoportokat, majd megköszönte Kovács Tímea áldozatos tevékenységét, melyel édesanyja nyomdokait követi. Ebbe a sorba csatlakozott Szekeres János és felesége Iduka, az adási országos falusi színjátszó találkozó szervezői, akik szintén jubiláló csoportok munkásságát méltatták. Ma is a jászság nagyon jeles helyet foglal el a színjátszásban és a filmművészetben. És az amatőr színjátszás, mint ahogyan már az előző köszöntőben utaltak erre, valóban nagy útra tekint vissza. A 19. században rendkívül élénk volt a jászság településein a színjátszás, elsősorban az ipartestületeknek köszönhetően, de más civil közösségek is működtettek színjátszó csoportokat. Nagyon nagy hírű műsorokról tudunk, a forrás megörökítették, megőrizték az utókornak, plakátok is megmaradtak. Azt gondolom, hogy ez önmagában is büszkévé tesz bennünket. Én sok szeretettel gratulálok a színjátszóknak ehhez a nagyon szép jubileumhoz, és kívánom a számos esztendőket. Dolgozzanak még együtt, és adják át mindig folyvást folyva a stafétát, és ne szakadjon vége soha, úgyhogy további sikeres esztendőket, jó egészséget, hogy még sokáig élvezhessük ezt a csodát, hiszen a színház az maga a csoda. Ezt a csodát jelenetről jelenetre átélhettük az est repertoáriában. Én hallom. Béka, a János mátrája? Hát én hallgassam, tessék. Lehet magának annyi gyémánt, mint patakban a kavics, annyi aranya, mint éged a csillag, annyi gyémántra, mint amennyi nincs is a világon. Én ott minden bánom, de mégre senki sincsen, csak ez az egyetlen Jánosom, ez az enyém, aki ezt tőlem el akarja venni, annak én kikaphatom a szemét. A Hári János az énekes madár olyan ismert minősített előadások, melyek az elmúlt 10-15 év helyi színjátszó reneszánszának termései. Rozika néni hívására visszatértek az előző korosztályok érdeklődő tagjai, akik azóta ismét komoly egységet képviselnek. Szállam, testvér! Kérlek jelentkezni! Itt vagyok! Sokak szemébe csalt könnyeket az este folyamán, vagy a vidámság, vagy a meghatottságokán. Egy-egy régi kópia, egy-egy régi történet, vagy az újra találkozás öröme is felszíre hozta az emlékeket. Azokat a csoportban eltöltött éveket, melyek összessége a Fortuna és Napsugár fél évszázadát jelentik. Most mi a legfontosabb gondolat, így 50 év kapcsán mire kell odafigyelnünk? Nagyon sok gondolat van bennem, de amire legszívesebben visszagondolok, és ami miatt maradnak a gyerekek általában ebben a közösségben, az az együvé tartozás, az egymás szeretete, a közösséghez tartozás, ami fenntartja, és a lélekgyógyító erő, a művészetek lélekgyógyító ereje. Az emberséget, és legfőképp Rozika néni kapcsán, hogy tehát bennünket a kitartásra, a maximalitásra, az egymáshoz való tartozásra nevelt, és tehát tényleg én nem vettem részt a színpadon, és mindig én háttérmunkát vállaltam. Abba viszont próbáltam én is a maximumot nyújtani, amit csak lehetett, a legfőképp az Óz, Nyolcfoltföld, meg ezek kapcsán. Hát
próbáltam én is helytállni a többiekhez úgy, mint a színpadon, én még a háttérbe. Fortuna együttes, Szijjátszó csoport, Napsugár együttes, ez olyan alakult, olyan alakult, mint egy nagy család. Tehát egy nagy közösség, egy összetartó csapat végül is, más nem tudok mondani. De család, jobb szó a család, mint a csapat, én szerintem. Tartsunk össze, emlékezzünk meg egymásról. Ne veszítsük el a kapcsolatot. Az 50 év ugye szép kerek évforduló, és a közösséget tartom a legfontosabbnak. Ezt a közösséget, akik ugye látod a képeken is, mit tudom én, vannak itt, akikkel 12-13 éves korom óta ismerem, meg ők is engem, és ez a közösség már a szinte családdá kovácsolódott. Az nem kis dolog, hogy egy csoport ilyen hosszú ideig fennmaradt, tehát ilyen hosszú ideig életben maradtunk, működtünk, rengeteg sok szép élménnyel gazdagodtunk, meg hát ha lehetek szerénytelen, talán sok embernek örömet okoztunk, vagy egy pár pillanatra kiszakítottunk a hétköznapjaikból, és tudtuk őket szórakoztatni, és ha semmi egyebet nem csináltunk már, ez se kevés. Innen indultam a főiskolai felvételére, ahova elsőre felvettek, tehát ez 83, és 84-ben én már főiskolai hallgató voltam. Szóval, ha így végtekintem, és azóta is jelen vagyok az együttesek életében, tehát egyrészt megmaradtak a barátságok, másrészt meg minden jeles eseményen itthon vagyok, mert ezt elengedni nem lehet, és nem is akarom. És hát itt ezek a gyökerek, amik engem ide kötnek, ezek, amíg élek, elkísérnek. Jövőnek. Játszanak, és ne csak színházat, mindegy, hogy milyen művészeti ágat, de a művészetek legyenek az életük része, hiszen az egy olyan segítség, egy olyan gyógyír a léleknek, ami nélkül sokkal szegényebb a mai világ és a lelkünk. Nekünk ez már, akik maradunk, enélkül el se tudnánk képzelni az életünket, hogy időnként ne játszunk. Folytassák ugyanezt tovább, mint ahogy a fiam már éppen már most színjátszik. A nagyobbik fiam is színjátszott, ő elkerült Pestre, ő már nem, de most a legkisebbik ma ott van a Napsugarak között. Elsősorban a régi értékrend szerint kellene az felnövekvő generációnak is élnie. Ez a mostani trend, ez nem hiszem, hogy jó irányba viszi ezeket a fiatalokat, de hát ha... látva minket, vagy beszélgetve velünk, esetleg hatni tudunk rájuk. És mit üzensz a következő generációk? Folytassák ugyanazt, mint a szüleik. Ugyanúgy, ugyan szépen. Szerintem a kitartás, vagy egymásra figyelés, összetartozás, és az, hogy figyeljünk oda egymásra. Folytassák, amit mink, hát nem mondom, hogy abba hagytunk, mert még próbálkozunk, de azért már nagy szükség van a újakra, mert végül is nem szerencsés, ha egy nyugdíjas klubbá változik a csoport, tehát kellenek fiatalok utánpótlás. Ezt üzenném a fiataloknak, hogy a színjátszás az egy olyan szuper fantasztikus dolog, egyrészt egy jó közösség, másrészt, hogy a kreatív energiák minden területen maximálisan lekötést kapnak, és hogy egy olyan közösségi élmény és egy olyan személyes fejlődés az, amin az egyén keresztül mehet, akár kis csoportos, akár nagy csoportos, hogy én mindenkinek csak ajánlani tudom, és a legjobb helyen vannak a gyerekek, hogyha egy kreatív dráma csoportban vannak. Mám olyan éjszaka van, hogy a hazugasszony a lábánál fogja a dörd.
Hát, sose csaltál meg? Én sose. Jobb le hát felállom az ábról! Mi? Nem meg! Megcsaltál! Na, én sose! No! Nosztalgikus hangulat a maratoni, ötödik együtt töltött óra végére teljesedett ki a színpadon egy közös éneklésben és a születésnapi torta fényében. Én azt kívánom mindnyájunknak, így közösen, hogy játszunk még tovább. És a gyerekeink is játszanak tovább, és ahogy itt a köszöntőben elhangzott, az unokáink is játszanak még tovább. Itt, Jászfényszaron, vagy bárhol a világon. Önmagunk és a közönség örömét. A színjátszó közösség nevében Bordásné Kovács Katalin köszönte meg a szülők mindenkori hozzáállását, a szurkolók lelkesedését és az elmúlt 5 évtized nézőinek támogató kitartását. A tőlük kapott biztatás, taps és megbecsülés újabb 50 évre is elég muníciót adott, hogy a Jászfényszarui Fortuna és Napsugár színjátszó csoportok folytassák a település hagyományait és Rozika néni legnagyobb ajándékát a helyi közösségnek. Szeretünk, tiszta legyen én a színünk, játszunk még tovább, játszunk még tovább. Köszönöm figyelmüket! Ez volt a Fáma a Jászsági Térségi Televízió kulturális műsora. Az összeállítást, valamint magazinunk korábbi adásait megtekinthetik az interneten a jttv.hu oldalon, valamint a Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!